Hamarosan elindul a filmecském, amivel végigviszlek benneteket harcaimon. Azt gondolom, a világ számos pontján. Szép hazánk fölébe, védelmedben gyarapodjék Árpád szabad népe. Ha szenvedtünk, ne hiába, legyen helyünk e hazába. Tárd ki, Uram, karjaidat, szép hazánk fölébe. Semmit, tudták az életet, jó volt magyarnak lenni. Jött valamikor József egy másik világ. Harci történelmi, Dávid Célőriás. Hagyunáláson születtem, és amikor tehetem, akkor ott élek. Ebben az életemben először 2006-ban vettem föl a magyar harcosnak talán a legjellemzőbb jelképes fegyverét, az íjat. 2006 után 2008-ig nagyon sok versenyen vettem részt, és a sok siker és a győzelem után rájöttem arra, hogy ez a világ számomra nagyon kevés. Nagyon kevés, mert már nem adta meg a boldogságot egy-egy lehetetlen 10-20-30-50 méteren lévő célnak az eltalálása. A sors gyakorlatilag egy másik utat, egy másik világot akart velem megnyitni. Megtanultam egy másik világban élni. Valamikor régen gépész üzemmérnök voltam, de azzal a gazdasági világgal, mikor felvettem az életet, szakítottam. És egy másik világban találtam magam, és éreztem a mai napig is jól magamat. Ez a harcosok világa. Olyan világot akartam magamban kialakítani, aminek az ajtaját, hogyha bezárom, akkor soha senki nem tud belépni, csak akit én akarok. Megtanultam 120-150-200 méterről célba lőni. Megtanultam 150 méterről egy almát eltalálni. Megtanultam 240 méterről egy 2,5 centis zászlódat ellőni, vagy 400 méter fölülről egy embernagyságú célt. És rájöttem arra, hogy nem csak arról szól egy íj használat, egy sikeres lövés, hogy használsz egy jó íjat, használsz egy jó nyilvesszőt, és van egy kitűnően felkészült íjász, hanem ez nagyon-nagyon kevés számomra. Azt gondolom, a sikeres találatoknak a lényege a múltból származik. A múltból, a nemzeti múltból. Én magyar embernek születtem. Azt gondolom, hogy Magyarországon szabadon és boldogan lehet élni. De ahhoz, hogy szabadon és boldogan tudjunk élni, gondoljátok el, hány embernek az élete, vére, szenvedése, kilózsdása vezetett el. És ezért én szeretnék a múlt tiszteletéről, a magyar zászló becsületéről megemlékezni, bármerre járok. Kihívom a világnak az összes legnagyobb harcosát. Elmentem Kínától Mongóliáig, Törökországtól Amerikáig. Több ezer harcossal mérkőztem meg. A magyar zászló becsületét. El kell mondanunk gyermekeinknek, ha mi magyarnak születtünk, akkor mondjuk el bátran, hogy akik értünk haltak meg, akik vágyták ezt a békét, amiben ma élhetünk, azt meg kell tisztelni. Legalább annyit kell adnunk, hogy megemlékezünk régen, a régről, a múltról, a nemzeti múlt becsületéről. Ezért tanultam meg lőni, ezért használom a harcíjunkat, és ezért harcolok a világon bárki ellen. Nem ismerek olyan ellenfélt, aki képes lenne
vagy én ne lennék képes legyőzni őt. És semmi másért nem, csak a magyar zászló becsületből. Kérnék egy kis hangot. Hadd szóljon az a hang! Harcolni a múltért. A múlt tiszteletével. Gyermekeinknek, hogy hogy volt a múlt. Azt gondolom, hogy úgy kell élnünk, hogy a gyermekeink jövőjét úgy teremtsük meg, hogy büszkék legyenek a múltukra. Számomra a múlt emlékképeinek újbóli megélése ugyanaz, mint a múlt harcosának a saját jelenében való harca. A szeretteiért, a családjáért, a barátaiért, a harcostársaiért, de leginkább a hazájáért. Ezért vettem fel az íjat, és azért megyek el a világ különböző pontjaira, hogy megértessem az emberekkel, hogyha mi magyarnak születtünk, akkor vannak olyan harcosok, vannak olyan emberek, és az emberekhez tartozó embercsoportok, akik lehet, hogy az Esztergogép mellett vívják meg a saját harcukat, vagy a tanári padban, vagy az élet bármely területén. De valahol harcolni akarnak. Harcolni a múltért, velem és a barátaim, a harcostársaim együtt. És ezt mindig el szeretném mondani, hogy nekem szükségem van az egyszerű embereknek a vágyával, reményéről, az olyan óhajtásáról, hogy megértsék bárhol a világon, hogy ez az embercsoport, akiket magyar nemzetnek hívnak, élni akar, létezni akar, és a gyermekeiket büszkén, szabadon, becsülettel akarja fölnevelni. Ezért lövöm ki minden nyilvesszőmet. Egy-egy kilőtt nyilvesszőm a saját harcosom. A saját harcosom a nemzetharcosom. Úgyhogy értsétek meg, harcolni lehet, és harcolni szerintem kell élete-halára. Élete-halára az jelenti számomra, mint a múlt harcosának a saját jelenében való lövése. Élete-harca. És én ezért így akarok harcolni, bármely versenyen, hogy felhívjam a figyelmet a világra, világ figyelmét arra, hogy van egy ország a Kárpát-medencében, Magyarország, aki úgy gondolja, hogy büszkén tekintett a múltjára. Nekünk voltak Árpádjaink, Zrényeink, Hunyadiaink, Rákócjaink. Legyünk büszkék. Ha a történelmi órákon ezt nem úgy mondják el, ahogy én gondolom, akkor én megteszem ezt. És megmutatom az íjaimmal, a nyilaimmal, vagy gondolataimmal, mondataimmal, hogy erre büszkék kell, hogy legyünk. És hangot kérni. Harcoljon az a zene! Na most a földem Habsburg és török, farkasként éltem a farkasok között. Vasláncra verni egy sem tudott, hajdú vagyok, szabad vagyok. Törli senkivel én, megvédem mindazt, mi joggal enyém. Kezembe mocskai zászló lobog, hajdú vagyok! Harcol!
Készülni, lőni, holnap megint versenyezni, holnap megint felkészülni és megint lőni. Gondoljátok el, egy-egy ilyen nyilvessző, ami legyőzhet bárkit a világon, amikor egy vagy két évig készül, amikor 10 000 darabból készül el, amikor 30-40 íjat török el azért, hogy találjak egy olyan íjat, vagy készítsek egy olyan íjat, amelyet mindenki túlő a világon. Úgy nem lehet elmenni egy versenyre, hogy lesz valahogy vagy nem, győz valaki vagy nem. A számomra ez nem ez a világ, az egy más világ. Az én világomban csak harcolni úgy lehet, hogy ha győzöl, akkor az első vagy, ha másik vagy, meghaltál. Úgy, mint régen. Győzni úgy, harcolni úgy, hogy egy olyan hited legyen, ami minden fölött áll. Miből van ez a hit? A múlt tiszteletéből, a magyar zászló becsületéből, illetve azoknak az embereknek, a több ezer levelet író embereknek a hitéből, vágyéből, gondolkodásából, amit gyakorlatilag megérzek egy-egy verseny előtt, és szembesülök azzal, hogy nem 10 000 emberről, nem 100 000 emberről, hanem millió ember áll mögöttem, mellettem. Érdek nélküli barátok, érdek nélküli társak, egyetlen egy érdek köt össze bennünket, a magyar zászló. Úgyhogy ebben a hittel, ebben a szellemben próbálom végig versenyezni a világot, addig akarok harcolni, amíg azt gondolom, hogy minden nyilvesszőt úgy tudok kilőni, hogy esélye ne legyen az ellenfelemnek, esélye ne legyen senkinek se, hogy a magyar zászlót legyőzhesse. Én így harcolok ma. Mi egy vérből valók vagyunk, hogy történjen bármi, amíg élünk, s meghalunk. Mi egy vérből valók vagyunk. Mi egy vérből valók vagyunk. A világnak a győztes jogán a magyar zászlót. Büszkén, szabadon, úgy, ahogy valamikor harcosként tették. Köszönöm figyelmet!